Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Tegnap megjelent a 444.hu-n egy cikk, hogy Mészáros Lőrincet egy vadonatúj szuperjakton fotózták le. Most nyilván az a cikk inkább a politikai hátterét vizsgálta ennek az egésznek, meg hogy merre járt a hajó, milyen kikötőkben mozgott az utóbbi napokban. Engem inkább a dolog műszaki háttere érdekel. Nem fogunk politizálni, bár szerintem ennek amúgy helye van az értelmes közbeszédben, de most mégis inkább a hajó technikai hátterének járunk utána. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! A képek ellátható hajó Rose d'Or néven fut, vagyis aranyrózsa, és egy San Lorenzo gyártmányról beszélünk, ez egy 62 steel. Ugye a 62 a hosszára utal, mert hogy 61,5 méter hosszú, a steel pedig arra, hogy acél a külhely, tehát hogy acél a hajótest. Na most, ha már hajóról beszélünk, adjuk meg, ez egy 203 lábas ladik, tehát nem kicsi, a legnagyobb szélessége pedig 12 méter, a súlya pedig több, mint 1430 tonna. 3,2 méter a merülése. Bődületes méretű holmi. És bár kívül a külső hely ugyan acél, belül van egy könnyű fém vászszerkezet, vagyis a hajó teljes hosszában végigfut egy gerinc, és adott távolságonként keresztbordák vannak rajta, ugye ezek tartanak ellen a víz nyomásának. A San Lorenzo mellesleg 1958 óta gyárt ilyen jachtokat, jellemzően ebben a 24 és 70 méter közti kategóriában mozognak, 80 méter fölött már meg a jachtokról beszélünk, erre is szüksége van a világnak, úgy tűnik, és nagyon fontos, hogy ebből a 62 steel platformból, tehát az erre épülő hajókból eddig 3 darabot adtak át 2023-ig. Azért nagyon fontos, hogy platform, mert hogy ezeknél a hajóknál már nem nagyon létezik két ugyanolyan darab. Ezek teljes mértékben a megrendelő kívánságain alapulnak, ők döntik el, hogy milyen belteret raknak össze, hogy legyen rajta helikopter leszálló, hogy hány jacuzzi legyen, és hasonlók. És most röhögni fogtok, de tényleg a legelborultabb extrákat és beépítéseket lehet kérni ezekre a hajókra. Ott van ennek a jachtos flexelésnek az egyik keresztapja, a Roman Abramovics orosz üzletember, akinek az Eclipse nevű 162 méteres hajója, most egy kicsit puskáznom kell, van diszkó, borospince, két helikopter leszálló hangárral. Ezen felül van 20 darab jetski, ne vesszenek össze a haverokkal, egy 12 személyes tengeralattjáró. Nem olyan nyomi kis merülő hajó, mint amiről múltkor beszéltünk, tengeralattjáró, és állítólag még légvédelmi elhárító rendszer is. Szóval Abramovicsnál van pénz, vélhetően jól fut a sportkipufogó biznisz. De tényleg, hát az osztrák-magyar monarchia legnagyobb, egyik legnagyobb csatahajója, a Szent István, az 152 méter hosszú volt, ez meg még annál nagyobb. Ehhez képest a Rose d'Or kifejezetten szerénynek tűnik, bár a pontos specifikációja nem ismert, azért, hogyha belepörgettek a prospektusban, de most itt rakok be képeket, azért látszik, hogy itt sem uralkodik a szegény szag, egy túlélhető nyomorgás van azon a fedélzeten, motor is van benne gazdagon, a hajóknál az egyik legfontosabb szempont a megbízhatóság, mert hát senki sem szeretne műszaki hiba miatt kint ragadni az óceánon, mert ezek a hajók bizony már óceánátkelésre is alkalmasak. Nem egy, hanem egyből két Caterpillar nehézgépekből szánt dízelmotor van benne, ez a 3512C, ez egy V12-es, véletlen sem soros, négyütemű dízel, 51.700 köbcentivel, és darabonként 6 tonna a súlyuk. Na most nagyon érdekes, hogy a Caterpillar a saját weboldalán 1500 lóerőt ad meg teljesítménynek, ez nem tűnhet soknak, de hát valószínűleg a világ végéig és még azon is túl is tudják ezt a teljesítményt, de a hajó prospektusa furcsa módon 2400 lóerőt emleget, nem tudom, hogy melyik lehet a valós, lehet, hogy beleugrott egy kréziféle adagoló, aztán ráment a csatacsip, nem fog kiderülni, de a lényeg, hogy ezen a két főmotoron kívül még van a hajón 3 darab genset, azaz segédüzem. Ezek a segédüzemek azért kellenek, mert ugye működtetni kell a navigációs rendszereket, működtetni kell az orrsugárkormányt, a szigattyúkat, mindnek áramra van szüksége. És ezek a segédüzemek, ezek van benne két nagyobb, tehát 200 kW-osak, és egy kisebb, egy 150 kW-os is, arra az esetre, hogyha a nagy katerpillárok éppen nem üzemelnének. Na de, mozogni is tud, nem is rosszul. Ugye, hát most akkor egyezzünk ki, nagyjából 4000 lóerőben, az úgy nagyjából a matematikai közepe a két megadott adatnak, ugye a két motor együttes teljesítménye. 18 csomó, azaz 33 km/h a legnagyobb sebessége
ennek a 62 méteres ladiknak, ami azért elég súlyos, bár nem a legdurvább, mert a fent emlegetett Eclipse, ugye Abramovicsnak az a szörnyűséges méretű jachtja, az beleszakít a 45-be, ami azért nagyon súlyos, hogy gondolj bele, hogy 50-nel jön feléd egy város. Na most, a végsebesség nem is annyira szempont, itt sokkal inkább érdekes a hatótávolság maga. Ugye ennek a hajónak van egy 130 ezer literes üzemanyag tartály, ezt úgy szépen telecsorgatod 5000 ér dízellel, és akkor van 5000 tengeri mérfölded, azaz 9260 km hatótávod. Nyilván ezt nem tudja teljes gázon teljesíteni a hajó, hanem van neki egy teljesítmény optimumra beállított sebessége, ez nagyjából 11 csomó, vagyis hát kb. 20 km per óra. Tehát, hogyha teletöltöd a tankot 130 ezer liter gázolajjal, aztán nekiindulsz a világtengereinek ezzel a 11 csomós, vagyis nagyjából 20 km per órás sebességnek, akkor közel 10 ezer kilométert tudsz vele menni. Ez bődület. És itt hevenyészet számításaim szerint ezzel a teljesítmény optimumra beállított sebességgel 281 liter gázolajat éget el óránként. És ha a képek alapján nem lenne egyértelmű, akkor a hajón tényleg minden kényelem elérhető, tehát tényleg van rajta egy jacuzzi elől, hátul van egy nagyobb hagyományos medence, napozó teraszokat lehet kinyitni az oldalán, tendercsónakoknak van az oldalán garázs, nyilván a kikötői kijárkáláshoz ez hasznos lehet, hogyha a hajó beljebb horgonyzik, vízi játékok, jetskik és egyebek. Az amúgy látszik tényleg, hogy a kényelem korlátlan, és az is egyértelmű, hogy ez a hajó már képes kontinensek közti utazásra. Nyilván ez csak a források feltöltésén múlik, viszont az általam megkérdezett szakértő azt mondta, hogy ezeknél a hajóknál nem is annyira a megvásárlás a súlyos tétel, hanem a hajónak a tartása, az üzemeltetése, mert ott aztán végképp elborulnak a költségek, és állítólag a hajó méretével ezek nem lineárisan nőnek, hanem sokszor duplázódnak. Tehát még mondjuk egy 30 méter körüli hajó elvihet évi nagyjából 30 ezer eurót, egy ilyen 40 méter körüli hajó már nem 40 ezeret, hanem mondjuk 60-at is elvisz. Tehát Horvátországban, hogyha valaki rá akar kötni egy kikötői mooringra, akkor az mondjuk méterenként 30 euró egy napra, és ezen felül még be kell fizetni a kikötői díjat. Ezzel szemben Caprin, ahol többek közt fotózták ugye a Rosdort, egy éjszaka akár 3000 euróba is kerülhet, mert ugye ez már nem állhat be a csórójachtok közé, ez a hajó már csak ott, már csak azon a területen tud megállni, ahol amúgy a kereskedelmi hajók állnak, mert hogy akkora, már csak ott fér el. Aztán tényleg fontos szempont még a karbantartás is, mert hát ugye mindegy, miből van ez a hajó, acél, alumínium, szénszál, valamiféle üvegszál, a tenger minden megzabál, egy évben egyszer ki kell sólyázni, száraz dolgokba kell tenni, le kell róla vakarni az algát, az élőlényeket, és karban kell tartani a hajótestet, különben tönkre megy egy ekkora hajónál, ez akár ilyen 100 ezer eurós nagyságrend is lehet, tényleg kemény munka, komoly kötbérrel, ezen dolgozni kell. Ezen a hajón elképesztő a luxus, a kényelem, 6 kabinban 12 főt képes fogadni, hát hogyha most egy búvárhajóról beszélnénk, csak hogy legyen összehasonlítási alap, hasonló 50-60 méteres méretben, amivel mondjuk a Vöröstengeren visznek búvárokat, felszereléssel, segédberendezésekkel és sok egyébbel, akkor egy ilyen hajón 40 búvár kényelmesen, minden probléma nélkül el van. Tehát ebből is látszik, hogy egy ilyen 60 méteres hajónak 12 ember focizhatnak, de tényleg korlátlan a hely. És hát ugye, hogy ezek az emberek kényelemben el legyenek, még 13-14 fős személyzetet is magukkal kell vinni, ők ezt amúgy a hajó feltünteti a prospektusban, hogy 13-14 fős személyzet szállítására van lehetőség. Feltehetően ebben amúgy már benne vannak a pincérek, a takarítók, a séfek, a kávéfőző ember. Na, a kávéfőző ember az nincs benne. Ondi, ne fogd meg, aszpartám lehet benne. A hajó működtetéséhez a legkisebb személyzet, amire szükség lehet, tehát a navigációs személyzet, az akár 5 fő is lehet, bár ezt a hajóregiszter szigorúan megszabja a hajó felhasználási területétől, a hajó felhasználási jellegétől, és még nagyon sok egyéb szempont alapján. Leginkább mégis mindenkit az érdekel, hogy de mennyibe kerül egy ilyen hajó. Na most szintén a Superyacht Fan hozta le, hogy ez egy 75 millió dolláros ladik, ami 360-as dollárral számolva 27 milliárd forint. Felfoghatatlan pénz. Na most,
Szintén az általam megkérdezett szakértő mondta azt, hogy ekkora hajókat már ritkán bérelnek, ezek jellemzően magánkézben vannak. Tehát az ennél kisebb hajókat még el lehet vinni egy-két-három hétre megfelelő összekiperkelése után. Ezeknél ez már kevéssé jellemző. Máltán jegyezték be, mert ott kedvezőbbek a tulajdonra kivetett adók, valamint a hajózási előírások is könnyítettek. És a hajó tulajdonosi hátteréről a HVG hozott le egy cikket, amiből kiderül, hogy a már említett szuperjakfen szakportál szerint ez Konstantin Strukov hajója. Na most ő egy kazah-orosz hátterű bányamágnás, a Forbes szerint nagyjából 1,3 milliárd dollárra a vagyona, éppen csak lemarad Mészáros Lőrinc 1,4 milliárd dollárra becsült vagyonáról mellesleg, és a jachtos szakportál leírása szerint a hajó tulajdonlása egy magyar leasing cégen keresztül történik. Na most a leasing cég egy tökéletes megoldás, hogyha a valós tulajdonosi hátteret szeretnénk elhomályosítani, nem is tudom mi a jó szó, az viszont biztos, hogy a korábbi luxushajók, amin felfeltűntek mindenféle magyar vállalkozók, azok is egy magyar leasing cégen keresztül kerültek oda, ahova. Minden esetre eltekintve a politikai hátterétől baromi érdekes világ ez a jachtosdi, egy félelmetesen pazarló és felesleges iparág, mégis baromi érdekes látni azt, hogy milyen dolgokat lehet vízen megvalósítani, és próbáljunk ne irigységgel, hanem inkább inspirációként tekinteni erre a hajóra, mert hogyha tényleg, ha te meg én, tehát, hogy oda tesszük magunkat, és mindent beleadunk, és megfeszülünk a munkába, akkor Lőrinc jövőre is elmehet jaktozni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.